Hát, sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit ebben a videóban, amiben igazából egy kisebb csapatfejlesztést terveztem számotokra, és ezek mellett lenne egy kis head to head is, meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Na de, ami előtt ezekbe belekezdenénk, lépjünk be a klub szekcióba, mert vannak nekünk itten exchange-eink, ezeket mindenképp meg szeretném nézni, Hát elsősorban itt egy 88-as Mertens található, akivel nem igazán érünk sok dolgot. Ezen felül van egy ilyen 84-89 közti csomag, amiben három attacker kellene, emellett 80-as midfieldörök, illetve 4-80-as defender or goalkeeper. Ezt lehet meg fogom csinálni, illetve a 88 és 91 köztire kellene 4 84-es csatár, amiből nem állunk valami fényesen meg kell hagyni, viszont vannak untrade-ből játékosaink, de ezeket talán jobb egy kicsivel le, magasabb szintre hagyni, illetve kell ugyancsak 84 plusz midfielder, ebből meg lenne igazából a 4, és a kapus és védekezőkből 3 darab, ebből elég könnyedén kijönne végül is. Hát nem tudom srácok mennyire érné meg ez nekünk. Ha beletenném Ronaldinho-t, akire ugye bár nincs szükségem, insigne őt. Ugye a Mystery Signingsból kaptuk meg nem olyan rég, és kiézás is Untradable. Hát tegyünk egy próbát. A mai videót is tegyük izgalmassá, én amondó vagyok. Beletettük a négy támadót, beletesszük a négy középpályást, és akkor a három védőt. És szurkoljatok, hogy ez az exchange legyen megérős számunkra, mert eléggé fájó játékosokat veszítünk el. Nézzük, Revise Player, illetve Red Rivals token is kapunk emellé. Hadlám, nyilván Walkout az elvárt szint. Jó az animáció, holland játékos, striker, Borussia Dortmund, ami egy malent fog jelenteni nekünk, aki 89-es. Hmm. ilyen keveset ér a srác. Ilyen keveset érnek ezek a játékosok. Látszik, hogy mostanában nem marketezek. Nagyon nem érte meg ez a csomag, ha így nézzük, viszont ez a srác nagyon gyors, cselezni tud. Staminában 4 négy csillagos, négycsillagos, ban 4 négy csillagos, illetve a weakfootja is 4 per 5, viszont a shootingja csatári létére csak 82-es és 89-es lapról beszélünk. Hát megpróbáltuk, na legalább megpróbáltuk ezt a csomagot is, de nem érte meg annál jobban nem baj, nézzük a Team of the Weekend belül mit tudunk kezdeni, hát ezeket most már biztos nem teszem be. A Champions League-en belül van-e valami? Van ez a szokásos, olcsó exchange, ezt most itt megcsinálom nektek. Hadd lám, misül ki belőle. Egy 79-es konferencia ligás játékos, és ennyi. Nem a legjobb opció. És itt van a szokásos univerzál rangítem, és van egy ilyen csomagocska. 85 pluszt ki tudnánk beletenni ebbe igazából? Hát em, nem kellett volna az előbb, ugye elhamarkodnunk, és akkor talán ez a csomag jobban megérte volna, de innen, hogy vannak az információk, hát em, nem néz ki annyira szépen, már csak azért, mert a 80-84 köztire van a legnagyobb esély, hogyha a többit nézzük, nyilván garantált a 80 plusz, de. 87-es rétingen felül már ilyen 5%-okon állnak az esélyeink, szóval mindegy, következő részben meglássuk, hogy ha kapunk valamilyen használhatatlan játékosokat, akkor elnyithassuk ezt a csomagot. Na de most már bizony teljes mértékben térhetünk a csapat fejlesztése, amiben most már olyan nagyon sok dolgot nem terveztem, de kaptunk az előző részben, láthattátok, univerzál rank itemeket, és egyet mindenképpen Ronaldinho-ra szeretnék rátenni, mivel nem eszméltem rá, de a csapatom nagyon sokat köszönhet neki, és az ő játékának, a kreativitásának. Szóval itt lenne Ronaldinho egyet rankolva, nem mellesleg az is pozitívum nála, hogy ez az árát egy kicsivel megnövelte, hogyha netán úgy hozza a sors, hogy el kell adni, bár szerintem tőle, nem fogunk egy hamar elválni, és amikor el fogunk válni, akkor tudjátok, hogy az fog történni, hogy az árak nagyon le fognak esni, mindegy. ronaldinho az erőssége egyértelműen a cselezés, én ezt is fejleszteném, a való életből inspirálódva, úgyhogy megkapta a skill traininget, jöhet a training sima játékosokkal is, sikerült néhány bronzot begyűjteni, ezeket bele is tesszük, nem sajnáljuk rá, és reménykedünk, hogy egy tízes szinten már világklasszis teljesítményt fog nyújtani sok százas feletti statisztikával. Hát az összes bronzjátékosunk belekerült, de egy cseppet se fogom bánni. Na és egyetlen egy bronzjátékosunk maradt meg, de nem bánom. Nézzük a fejlesztést. Minden nőtt négyel, hattal és ilyenek. 99-es futási sebesség, 94-es shooting, 96-os passzolás, 106-os dribbling, látszik azért a renkapolás hatása, szóval Ronaldinho így néz neki jelen pillanatban, nem tűnik rossznak, de hát még akin lehetne tréningelni, nem is tudom, most már fogynak a 90 alatti játékosok, de nem baj. Nézzük meg, hogy hogy állunk gyügyekekből, hogyha renkapolni akarunk, akkor egy 91-es Lucióval próbálkozzunk az elején. Hát van néhány gyügyekünk, kettőt bele is teszek, hogy Luciót fejleszhessük. Hoppá, ott lenne a 92-es rating, és a lila szint, nagyon szuper, az már egy skill ismét tudunk növelni velem. Ezt a defendingre tesszük nyilván azért, hogy majd tudjunk ilyen különleges statisztikákat is fejleszteni. Úgyhogy sikerült Luciónak már is 92-esre vinni a rétingét, mindjárt megnézzük a statjait is, de ugyanezt meg szeretném tenni a másik védőnkkel, Kohlerrel, mert neki jó lenne egy kicsit a sebességén még növelni. Nyilvánvalóan nem a rank itemek fognak ezen segíteni, mivel ahogy láthattátok a védőknek még nem választhatjuk ki azt, hogy a futási sebességükön fejleszünk, de ez mindenképpen egy lépés ennek, illetve a jobb védekezési statisztikák kialakításának érdekében. Szóval megtettük nála is a fejlesztést, és ugye bár Kohler egy fizikális játékos, nála ezt a fejlesztést indítottuk be, és már is a hármas rating meg lenne neki, és hát csapatban nem nőttünk rating ügyileg, de most statisztika ügyileg fogunk fejlődni, meg is láthassátok most ezt, már is hetes a skill rating most már 8-as, vagyis a training szint, bocsánat, mert teszünk nagyon sok silver játékos, de ez most nem számít, mivel fontos ügyekben kell elindulnunk, és uh, nem nőtt Kohlernek ennyi fejlesztés árán sem a sebessége, ez egy kicsit kiakasztó, mert fogalmam sincs, hogy Kohlernek a sebessége ennyi idő után miért nem nőtt, de nem baj, Lucio is megkapja ugyanezt a sok fejlesztést, mert megérdemli ő is, egy-két játékost ezért ki is veszünk, mert a fejlesztés, és ő is egy nagyon stabil védő lett így, 111-es defendinggel, tetszetős, tetszetős, de neki sem nőtt a sebessége. Na de nézzünk egy kicsit részletesebben is rájuk, hát Koller így néz ki, ahogy láthattátok, egész jó statisztikákkal most már, a defending nála kiemelkedik, illetve Kohler is hasonlónak mondható, de nála inkább a fizikális jellemzők erősebbek. Úgyhogy na, ez tűnik ki most per pillanat a csapatból. A következő bevásárlás egyébként egy középpályás lesz, Sergi Dade helyett, aki egyébként még örökké egészen jól mutat, de itt az ideje, hogy erősebb játékosokat szerezzünk erre a pozícióra. Szóval a csapatfejlesztési részről most ennyit, jöjjön is egy head to -head mérkőzés ennek örömére, ahol nagyon visszaestünk, mivel a Pro 2 divízióban látom most magunkat, ez ugyebár annak köszönhető, hogy minden szezon végén egy osztályt visszaesel a csapattal. Ennek örömére itt lenne egy ukrain nevezetű ellenfél, Manchester united del logóval, pedig hát ott most már Zincsenko hiányában nincseni ukrán játékos, de nem baj, és ebben a csapatban sincs. Hát mindegy, ez nem lényeges igazából. Nézzük meg, hogy ez a csapat, amit most fejlesztettünk, mire lesz képes, és valaki majd szóljon rám komment szekcióba, hogy végre a nézőket és a grafikát húzzam feljebb. A kapusot lát, és Haland rúgja! Hát hihetetlen, hogy ebből nem lett gól. Belingem, Haaland. Ronaldinho, ott van szélen, garincsá, be kell passzolni, de lesen voltam, hoppá. Blenk azért kemény gyerek, és nehéz őt megtámadni. Haalandot Bellingham nem tudja leszerelni, pedig majd ők ketten nagyon nagy riválisok lehetnek a jövőbeli aranylabdákat. illetően nem baj, Ronaldinho indítja Haalandot. Haaland, ne kéne fejelni, mert nem lesz meg a labda, de hát ott nem ő volt lépés előnybe. már! Nagyszerű, Ronaldinho. Bellingham. Végre rá kéne lőni egyet, Ronaldinho, vagyis ki a fene... Ó, Istenem! Szedjük már össze magunkat! figyeljünk oda egy kicsit, mert nem lesz így jó Haaland embert fog. Bárta, jó ott volt Belingem, ez egy eléggé veszélyes helyzetnek mondható Lucio. Tanetti, ti, jaj, 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 miket csinálunk, srácok? Hát látszik a kihagyás, de ez nem lehet kifogás. Ronaldinho, Haaland, nem, baj, úgyis fél idő. Kell ez a megnyugvás itt nekünk. Hát nem vagyunk a helyzet magaslatán, pedig az elején nagyon-nagyon jónak tűnt. Junior Mendez, Neymar Junior, és nézzük meg, hogy most milyen akciót tudunk felépíteni. Ronaldinho, fel vagy fejleszve, fiam? Jaj, de rossz volt. Nagyon akarunk cselezgetni, úgyhogy felesleges. Egyébként, jaj, ez nagy hiba. Junior Mendez próbál visszajönni. Noyer. Ez most kellett egy, másképp pedig hatalmas hibákat vétünk. Fabrián Ruiz! Mi történt itt? Mi történik? Hát ott azért Hummel szerintem az kapura akarta fejelni. én nem hiszem, hogy ruiznak. Mindegy. Megérdemeltem vezet sajnos az ellenfél, ezt nem vitatom. De egy kicsit szedjük össze magunkat, mert így nem lesz jó vége. Mendes. Jó, ott van, üresen. Jó, Mendes. ő egy nem lassú játékos, de ne pattanjon át a fejet felett, jó? Bellingen, passzolj. Ronaldinho, nem engedjük Mascheranot labdába érni. Így is jó, Szergyi Darder, ott van középen, nem jó, de meg van Garincsánál a labda. Oké. Okay. Ronaldinho, Darder, Haaland, nem vesszük át jól vele. Ö, mit is mondjak erre, Kohler. Na, kontra. Hát abból sikerül, Darder, Ronaldinho, passzolsz egyből Holland. Haaland, Garincha. Egy csel végre összejön, hát nem a csel miatt, de most jó helyzetben lépünk. Garincha. Rödlá, Garincsá, Garincsá is megszerzi egyéni akcióból az egyenlítő találatot. Garincsá a 83. percben nagyon a végén, de meg kell hagyni, nagyon szép volt tőle, ott egy játékost el is fektetett, és hát becsavartuk. Nagyon hiányzik a rutin, ezt meg kell hagyni, egy kicsivel normálisabb gólt is szerezhettem volna, de elfogadjuk most ezt is így ennyi idő kihagyás után. Zanetti nagyszerű, közbelépés, haland, megvan a labda, jó Belingem, Neymar, beleérsz, és hát rosszul passzolsz, ami baj, mert így az utolsó akció mondjuk még így a miénk, jó van, garincse megint. Egy csel, empanzu csúszik bele, nem baj, előre kell játszunk, de a bíró nem engedi. Jól van, hát ez egy egy egyes döntetlen lett máma, nem tudom mit mondjak, jobbaknak tűntünk én szerintem, de nagyon sok hibát vétettem, nagyon sok hibát vétett ez a csapat. Szóval láthatjátok, egyetlen egy kapura lövés volt. Így még van amit fejlesztenünk, ezt a következő mérkőzésen ki is fogom javítani, de egyszer vigyük csak fel ezt a grafikát. Most, hogy beállítottuk a grafikát, jöhet az utolsó mérkőzés a mai videóban, hát megint amúgy nagyon rosszul állunk, és ez egy kicsit szívfájlalandó, mivel tudom, hogy nem apró kettős divízióba lenne a helyünk, és így nem is valami izgalmasak a mérkőzések azon kívül, jön Rendszerint szerencsétlenkedek? Na de mindegy. Ratingben egy erős csapattal állunk szemben. Hú, személyében, aki Barcelona fanatikusnak tűnik, és végre jó lett a grafika, mert beállítottam. Nos, hát három védős felállás, ott széleken akkor megpróbálhatunk előre nyomulni, és majd kíváncsi vagyok, hogy mi lesz igazából a végkimenetel. Hadd lám, nézzük a mérkőzést. Neymar. már. Haaland, jaj, de szép lehet még, Ronaldinho. Kijött a kapus egy pillanatra. Blank, ki lesz ez most? Az ellenfél jöhet szabad rugással. Garincsá. próbáljuk megtámadni az ellenfél játékosát, Haaland. Ne, ne, miért? Hopp, Pá, ah, és ott van a gól! Garincsa az üres kaput meglátta. Jól van, ott egy percre megjettem, hogy hálán miket csinál. Véletlen egy cselgombot nyomtam meg, ahogy látom. És Garincsa a kapus felett, mondjuk ezt a kapust. Érdekes... Kivéthette volna, na valljuk be, kivéthette volna, de így is teljesen elégedettek vagyunk igazából. De az új akcióépítés előre, Belingem, Neymar aki ma nem nagyon ért labdába amúgy, mert nem játszottuk meg ezeket a széleket. Nej már! Ajjajjaj, hát meg kicsit nem szabadna ennyit önzőzni, mert lál vagyunk szokva ettől, így nem csoda, hogyha nem jutunk szép eredmények közé. Haaland! Még egy csel! Haaland, ott van egy üres játékos! Elsietem ezt is, vagy hogy túl szépen akartam, miért nem lőttem simán kapura? Nem baj, az ellenfél nagyon-nagyon sokszor kihozza a kapussát, és ezt most én adtam be rosszul, nem baj. Nyó Mendez, Belingem, Darder, jaj, ott elcsúszott Haaland, nem baj. Ronaldinho. Tartunk a kapu felé, Ronaldinho, egy csavarás, Ronaldinho, rálövi és ott a gól. 2-0, megérte felhúzni a szuper brazil tehetség ronaldinho -t. Gyönyörű gól volt, gyönyörű gól volt, elsült a ballába. Nézzük is meg a visszamutatást, egy csel, jobbra, behúzza, és rálövi ott bal, a jobbik lávával. Gyönyörű volt. Úgyhogy most már egy kicsit megnyugodhatunk 2 0 eredménnyel. Lehetnénk jobbak, lehetnénk egy kicsit előle, hogy is mondjam, hogy is fogalmazzam, -e határozottabbak, erősebbek, de így is jó igazából most nem a világ vége ez sem. Jó játszunk középen most. Álland, de Megpróbálja a labdát eléhozni, úgyis van, Haaland, egy Pavel sát, és benn van a labda. Összejön végre a power és a Haaland gól az 51. percben. Nem is volt olyan rossz, mert nagyon szépeket cselezgetett ott Haaland, és elsült neki most a bal lába kivételes módon. Jól van, 3-0, és még van bőven időnk, megmutathassuk a kegyetlen arcunkat. Haaland már is labdát szerez, és a csel megint jó, hihetetlen ez a mérkőzés, Neymar. már. Nyúnyó Mendez, visszahúzzuk inkább. Így is jó. Ronaldinho. Szergyi Dáder, Üresen Haaland. Jaj, de jó volt ez a komán belépő, el kell ismerni. Vissza kéne húzni a labdát, de nem jön össze. Így nagy baj, már ott terület van nem más előtt, mint Ronaldinho előtt. Nyúnyó Mendez, hoppá, ott mit akar az ellenfél? Haaland tud fejelni, de Noyer. Nagyszerűen véd. De is tesszük elé a labdát. Jól van, nem lett ebből Gonzaletti. Garincsa. Ott van középen Belingem, és Haland indul, mert kijött ott uh, Komán. Elcsavarjuk mellette, ugye? Mendi mekkora átvéd. Hát azt hittem, hogy Halandnak lesz annyi technikai tudása, hogy uh, szépen áll, uh, a kapus mellett, de úgy látszik, hogy túl közel volt, és abból a szögből nehéz volt uh, a kaput eltalálni, de egy Neymar indítás mehet még Garincsa felé, hát ezt becsógjuk itt szépen csavarni, Ronaldinho, jaj, jaj, hát ezt nem így akartam, de összejött a negyedik gól is ezen a mérkőzésen. Még egy utolsó, ötödik eldöntő gól lehet, ott indul Garincsa, lettem, és mi történik itt? már! Neymar, Neymar, egy shotot te is eresz meg, de így is jó, mert ott van Sergi Darder, és belövik közelről, jól van, öt, Nulla a mérkőzés állása, az előző egy-egyről azért mindenképpen szép eredmény, de azt is el kell ismerni, hogy nagyon-nagyon nagy gabajodások voltak a középpályán, illetve most is a kapu előtt. Mindegy, Gigi az ellenfélnek, gratuláljunk neki egy lajkkal, like jó mérkőzést játszottunk végre, és kiszakadt a gózsák, ahogy jelzi az ellenfél az emótokkal, 5-0, 70 os labda 93%-os PES accuracy, egy egész jó mérkőzés sikerült másodjára játszunk, szóval elfogadjuk ezt az egészet, és hát búcsúzzunk a mai videóval ilyen tokerezgetős képekkel, mert ez lett a jutalmunk ezeknek a teljesítésével. Na hát srácok, a mai videó tényleg, ahogy mondtam az előbb, ennyi lett volna. Remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket. Mert igyekeztem minél jobbá, izgalmasabbá tenni. Valamikor nem jött össze, valamikor magamra hoztam a bajt, és hát a csomagnyitások lehettek volna szerencsésebbek, de reménykedünk, hogy következőbe, mondjuk én mindig ezt mondom, de tényleg reménykedjünk következőbe. Mára ennyi lettem volna, találkozunk hamarosan, addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!